Sziasztok, mivel Kalocsai vagyok, ezért úgy gondoltam, hogy ezen a héten a Kalocsai népművészetet fogom bemutatni. Mivel nekem ez a hobbim, ezért nekem is van saját ruhám, amit anyukám a saját kezével csinál. Hogyha valahova messzire megyünk táncolni, akkor ebben a nagy bőrönbe visszük a ruháinkat, és akkor most megmutatom nektek, hogy mit is lehet valójában ez a bőrön. Kalocsán nagy hagyománya van a néptáncnak, már nagyon sok gyerek óvodás korában elkezdi a néptáncot, én is 3 éves korom óta néptáncolok. Most jelenleg a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában táncolok, a felnőtt csoportban, valamint a kalocsai hagyományos zöben is. Amit rajtam láttok, az egy kalocsai ívvál, ami kézzel volt hímezve, és egy kis alsó, és ugye fehér harisnya, ami a tiszta kalocsai öltözethez hozzátartozik. Most megmutatom nektek, hogy még milyen ruhákat kell felhúzni. 4 darab keményített alsó szoknyát kell felhúzni. Ezelőtt még fel kell húzni a farpárnát, ami ahhoz kell, hogy ezeket a kis kiemelje. Majd utána a keményített felső szoknyákra felhúzunk egy rakott szoknyát. Ezek általában színes szoknyák, mindenkinek más színű. Majd ezután felhúzzuk a tuszikot, és húzunk egy színzet közénk. Elkészültem az öltözködéssel, láthatjátok rajtam az egész kalocsai népviseletet. Felhúztam mind a 4 alsó szoknyát, felhúztam fölülről a rakott szoknyát, rajtam van a hímzett kötény, ruszli, ingváz és a párta. A pártát a lányok viselték, akik még nem mentek férhez, ezután a pártát azt a picsula változtatták.